Kulai András a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát ez egy furcsa kettősség, a politika, vagy a társadalom, szociológia, vagy nem tudom minek a természetszerű működése, amit most a vasárnapi hírek megbízásából papírra vetettek, vagy pedig egy olyan csapdahelyzet, amilyen teljes magyar sajátosság. Melyik az igaz? Én azt gondolom, hogy első pillanatban úgy tűnik, hogy ez egyfajta ellentmondás. Valójában szerintem sokkal inkább csapdahelyzet, vagy legalábbis több csapdahelyzetet tudunk azonosítani ebben a történetben. Mindazonáltal összességében szerintem meg kell dicsérnünk a választókat, kivételesen, mert nagyon sok fontos ügyre hívták fel a figyelmet, és nagyon, nagyon okosan próbálják meg ezáltal üzeneteket eljutatni a politikusokhoz és az egyéb szereplőkhöz a területen. Az, hogy meg kell dicsérni a választókat, tehát akkor most ez alatt értsük azt, akik felemelték a hangjukat valamilyen ügy érdekében, vagy valami mellett, vagy valami ellen? Nem, azok, akik válaszoltak ezekre a kis kérdésekre, és felhívták a figyelmet ezekre a csapdahelyzetekre. Ja, értem. Nem, én már a kutatási részletein gondolkodtam, hogy akkor ki társadalom mely része és mekkora tömeg hívta fel a figyelmet, és mire tudta felhívni a figyelmet. Hát ugye most például arra hívta fel a figyelmet, az ezer megkérdezett, hogy a civilek azok, akikben bízunk, ugye az Elizont a felvezetőben, és a politikában látjuk a megoldást, és a politikusokban egyben kevésbé bízunk, tehát nyilván ez is egy csapdahelyzet, vagy ez az első csapdahelyzet. A másik csapdahelyzet az, hogy az utcai politikást, az politizálást elfogadják a válaszolók, sőt azt is mondják, hogy kell. Mindemellett pedig azt mondják, hogy ez nem elég, és ennél sokkal többre van szükség, sőt, hogyha az utcai politizálásnál maradunk, akkor kudarcos lehet ez a történet. Egy következő csapdahelyzet az, hogy a civilekre figyelünk, és fontosnak gondoljuk a szerepüket a szakpolitikai mozgásokban, viszont nem igazán tudjuk elképzelni őket a politikai térben, ott esetleg nagyon könnyen megbukhatnak, ezt is mondják a válaszadók. És van még egy csapdahelyzet, az, hogy teljesen természetes, hogy a civilek fellépnek egy ilyen ügyben, és azt is el is várják tőlük a választók, viszont azt is látják, hogy egyébként nem érhetnek célt, hiszen a politikai térben nem tudják képviselni ezeket az érdekeket. Most arra gondoltam, hogy ez tényleg megközelítés, ez a félig üres, félig tele pohár, mert hogyha arra gondolunk, hogy egy működő demokráciában ez teljesen természetes, hogy az emberek úgy fogják fel, hogy igen, vannak bizonyos ügyeink, érdekek, érdeksérelmek, amiért, és amire mondjuk egy civil csapat hívja csak fel a figyelmet, hogy ez így nem jó, vagy ez így jó. Ettől függetlenül meg sose tagadjuk meg azt, aminek mi részesei vagyunk minden 4 évben, hogy parlamenti demokrácia van, tehát hogy mi megválasztjuk a képviselőket, és igen, a civilek hívják fel a figyelmet az utcán, de egyébként ott döntsenek, ott van a törvényhozás, ott dőlnek el a nagy dolgok, tehát hogy ennek egyébként csak normálisan így kell működnie. Így van, ez egyébként ennek logikusan így kéne működnie, de úgy tűnik, hogy egyébként mostában mégsem így működik. Van ez a civil romantikának nevezett jelenség a nyilvánosságban, amelyik csak a civilektől fogadja el valamiért a politika vagy szakpolitikai cselekvést, és nagyon kevés engedi be a politikusokat ebbe a térbe. Mit várnak el a politikusoktól? Hát ugye a politikusoktól elvárják, hogy ezeket az ügyeket képviseljék, és a politikusok ezeket az ügyeket egyébként képviselnék is, csak a civilek nem igazán hajlandóak velük összefogni ebben a kérdésben. Egyébként látjuk, hogy miért, annak ellenére, hogy mondjuk a válaszadóknak a kétharmada az azt mondta, hogy ők elvárják, hogy a civilek fogjanak össze az ellenzéki politikusokkal. De ugye, és ez a körülbelül 5. csapdahelyzet, hogy mindenki azt várja, hogy a saját pártjának az ellenzéki politikusával fogjon össze. És hogy van egy fragmentált ellenzék, ahol van több ellenzéki párt, adott esetben vannak ellenzéki pártok, akik gyökeresen más gondolnak ezekről a kérdésekről, és nyilvánvalóan egy ilyen helyzetben a civil szereplők nem igazán tudják eldönteni, hogy kivel fogjanak össze, így hát senkivel se fognak össze, így hát megvalósul az a csapdahelyzet, amire egyébként most a választók igyekeznek felhívni a figyelmet. De amikor azt mondjuk, hogy a politikától várják el, hogy az ügyeket aztán el is intézzék, megoldják, akkor itt most jellemzően, vagy a kérdésekből, pontosabban a válaszokból az derült ki, hogy jellemzően az ellenzéki politikusoktól várnák el a válaszadók azt, hogy valamit tegyenek is az ügyek jobbítása, megoldása érdekében? Így van, elsősorban az ellenzéktől várják azt. Nyilván ez egy speciális helyzet. Teljesen nyilvánvaló, hogy a kormányzat nem ért egyet az ellenzék vagy a civilek követelésének a nagy részével. Így hát logikusan ők csak az ellenzék irányába tudnak fordulni, és az ellenzék egyébként ezekkel a követelésekkel egyetért, így hát a nyilvánosságban és a médiatérben ezek az ügyek összecsúsznak. Egyébként ez azt is mutatja, vagy az is mutatja ezt, hogy a februári mérésünkhöz képest az egész ügynek a megítélése egy kicsikét talán balrább tolódott.
Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy a jobboldali szavazók egy kicsikét kevésbé értenek egyet a tanároknak az elképzeléseivel, a baloldali szavazók egy kicsikét jobban értenek egyet, egy kicsikét jobban elfogadják azt, amit a baloldali politikusok mondanak, és egy kicsikét kevésbé fogadják ezt, amit a jobboldali politikusok mondanak. Tehát az egész ugye egy kicsikét balra tolódott. De akkor konkretizálom. Tehát az jön ki a válaszokból, hogy igen, tudjuk, hogy miért küzdenek a tanárok, és támogatjuk is, most hogy kicsivel többen vagy kevesebben, most ebben szempontból. Tehát a nagy többsége megkérdezetteknek azt mondja, hogy ismeri, hogy a pedagógusok mi miatt álltak ki, figyeli, és egyetért vele. És nem az van, hogy de rendpárti vagyok, és akkor elvárom a kormányzattól, hogy cselekedje azt, amit egyébként cselekszik is, hogy hozzon létre egy köznevelési kerekasztalt, és ott oldják meg a problémát. Tehát nem ez a válaszadóknak a véleménye az, hogy ott vannak az ellenzéki politikusok, na ők tegyenek valamit. Így van, igen, mert hogy egyébként látják a választók azt, hogy ott nem történik semmi. Igazából. Ez nem rendpártiság, nem, ez, hogy mondjam, egyfajta nyitottság arra az aktuális helyzetre, ami van. Igazából itt is meg tudom dicsérni a választókat, mert is relatív jól mérik fel a terepet. Látják azt, hogy a kormányzat ezekben az ügyekben nem igazán áll bele, időt húz, elkeni, néha fenyeget, néha csak egyszerűen nem reagál. Az ellenzék különösen, ugye egyébként a baloldali része erre pozitívan reagál, támogatólag reagál, és aztán ez alakítja a diskurzus magát. Tehát van egy elvárás az ellenzéki oldal felé, a megkérdezettektől, a lakosságtól, hogy cselekedjenek. Sőt, nem csak az ellenzéki oldal felé, hanem a civilek felé is, hogy találják meg az utat, ahhoz, hogy ezeket a követeléseket, szándékokat, kéréseket csatornázzák be a politika irányába, és egyre inkább úgy tűnik, 2-3 hónap ezelőtt még úgy tűnt, hogy ez mindegy, hogy milyen irányba, most már egyre inkább úgy tűnik, hogy ez egy kicsikét a baloldali irányába tolódik el. Köszönöm szépen, hogy itt volt.